Až do konca decembra. A Limes Galériában december végéig tekinthetik meg Marta Králikova tárlatát. Az amatőr képzőművész megálmodott címet viselő kiállítása nem csak hagyományos pasztel, akril és olajfestményekből áll, hanem textilképekből és igazán különleges installációkból is. Amióta működünk, tehát 20 éve immár, gyakorlattá vált az, hogy a profi akadémiát végzett művészek mellett mindig teret kapnak az amatőr művészek is, az úgy értve az autodidakták, tehát azok az alkotók, akiknek valahol egy belső kényszer, hogy kifejezzék magukat. Malovaniu som sa dostala tak viac menej náhodne. Ja som síce už od detstva rada kreslila, malovala. A festészettel többé-kevésbé véletlenül kerültem kapcsolatba. Igaz ugyan, hogy már a gyerekkoromtól szívesen rajzoltam, festettem, de mégis műszaki beállítottságú iskolát választottam, ahol volt ugyan rajz, de az műszaki rajz volt. Ezt követően sok éven át a rajzolással nem foglalkoztam. Úgy 5-6 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a helyi nyugdíjas otthon lakójával, Ivanová asszonnyal, és elkezdtem őt csodálni, hiszen ő valóban életkorban kezdett ezzel foglalkozni, és igazán akkor tudatosult bennem, hogy az, hogy már magam is nyugdíjas vagyok, nem azt jelenti, hogy nem kezdhetek el valami újat. Az első rajzomat épp azzal a pasztellel készítettem, amit ez a hölgy ajándékozott nekem. Az ő halála után rajzoltam meg az első képemet, csipkebogyót ábrázolt a fagyban, és azt a címet adtam neki, hogy nyugodj békében. Így emlékeztem arra a hölgyre, aki az én életemet teljesen új irányba terelte. V živote úplne nový smer. A művészetek iránti szeretetet nyilván egész életén keresztül dédelgettem, és most, amikor már felnőttek a gyerekei, kapott rá lehetőséget, időt, hogy ezt realizálja is. Az amatőr művészek, vagy a nem hivatásos művészek egy csomó dolgot hoznak létre, pontosan azáltal, hogy szabadságuk van a kísérletezésre. Náluk nem kell elvárni azt, hogy egy kiállítási anyag egy egységes legyen, hanem pontosan azt adják, ami az ő lelkükből kijön. Ja tak cítim, že odkedy malujem, že úplne inak vidím svet. Úgy érzem, amióta festek, teljesen máshogy látom a világot, annak ellenére, hogy először azt gondoltam, hogy ennyire későn belevágni valami újba, annak nincs értelme. De persze örülök ennek, hiszen nagy örömet szerez ez nekem. 3 fiam és 5 unokám van. Őket is szeretném arra a titokra rávezetni, hogy milyen öröm rejlik az alkotásban. Akú radosz prináša to tvorenie. A család, a gyerekei, a nagymama és az unokák. Ezek az érzelmek motiválnak egy alkotói tevékenységet is. És ennek a szemtanúi lehetünk a Limes Galériában a mai naptól egészen december végéig.